Ahhoz, hogy elinduljunk a problémák rendezésein, hogy megoldódjanak ezek a problémák, először is kell tudjuk, hogy mi történik a föld alatt és milyen a helyzet. Mert lehet mondani, hogy az utóbbi években semmi kutatások nem folytak a területen, és csak azt tudjuk, hogy a bányákat elöntötte a víz, omlások voltak, amelyek az utóbbi pár évben lehet mondani, hogy stabilizálódtak, most nincsenek olyan nagy, de mégis fel kell térképezni a helyzetet, hogy mi van. 2015-ben indult el ez a dolog, amikor 2015 májusában, lehet mondani egymástól függetlenül. Én akkor Bocskor Andor, európai parlamenti képviselő meghívására kint jártam Strasbourgban, ahol arról beszéltünk, hogy hogyan lehetne európai szintre felhozni ezt a problémát. És ugyanekkor azokban a napokban a Ungvári főkonzulátuson egy videokonferencia volt az akkori megyei tanács Csubirko és a Magyarország részéről Jó István, a Duna stratégiai felelős miniszteri biztosa, ahol ugyanez a téma lett felvetve, és akkor azután elindult egy közös munka, aminek folyamán kint jártak már is júliusban Jó István vezetésével Magyarországról szakemberek, megnézték a helyzetet, és utána úgy egyeztek meg a ukrán, vagyis a megyei vezetőséggel, hogy közös levélben fordulnak az Európai Unióhoz ennek a problémának a megoldása érdekében. És elindult a folyamat, aminek az eredménye most ez a pályázat, ami nyertes, ami arra hivatott, hogy megoldódjanak, vagyis először kutatások lesznek, és ki lesz alakítva egy monitoring rendszer, amivel meglátják a tudósok, hogy milyen irányba és hogy kell megoldani ezeket a problémákat. Mi vezetett idáig, hogy ilyen helyzet alakult ki? Hát ez, hogy kialakult, ez nagyon bonyolult. Ennek a gyökerei még a szovjet időben vannak, és azóta az folyamatosan hol nem volt elég a finanszírozás, hol nem volt kellő figyelem, hol különböző természeti, a 1998-as árvíz, a 2001-es árvíz, és sok minden folyamatnak a hatására ez történt, nem volt kellő figyelem, kellő finanszírozás, és utána a 2009-10 tájékán eljött az a pillanat, amikor már visszafordíthatatlaná vált a folyamat, és megszűnt a bánya működése.